Réges régen, amikor még történtek csodák, létezett egy varázsige, amely megnyitotta a kaput a mesék bűvös világába, ahol a tündérmesék hősei valóságos figurák voltak. Abrakadabra, jöjjön a Grimm mese. A 12 hercegnő. Ez aztán az igazán érdekes építészeti műremek. Láttad a 12 tornyot? Vajon az úszómedencéket hova dughatták el? Talán erre? Kibeli a sütőből. Miféle sütőből? Valamint a 11. lányom, Rosalind hercegnő, aki állandóan ficánkol. 12 hercegnő egyszerre egy helyen? Ilyet én még nem is láttam. Ez biztos egy nagyon fontos vendég. És végül, de egyáltalán nem utolsó sorban, bemutatom a 12. és egyben legidősebb lányomat, az elbűvölő Fiorentina hercegnőt. És most térjetek vissza a szobátokba, kedveseim! Fontos dolgot kell Gerharddal megbeszélnem. Ilyen csodás látványban még nem volt részem. Egyik hercegnő szebb, mint a másik, nem? A fickó úgy fest, mint egy átlagos katona. Miért mutatták be neki mindet? Jó. 12 szép lány. Ráadásul mindegyik hercegnő, ez jobb, mint bármilyen szülinapi ajándék. Na jól van, Gerhard, akkor tehát elmondom, hogy milyen okból hívtalak ide téged, jól figyelj rám. Minden este, amikor a lányaim, a hercegnők lefekszenek aludni, a cipőik teljesen kifogástalan állapotban vannak, mintha újak lennének. Reggelre viszont mindegyiké olyan, mintha régi lenne, teljesen el van használva. Megértem, felség, hogy egy ilyen dolog problémát jelent, de elmagyaráznál nekem pontosan miért? Én biztos vagyok benne, hogy azért, mert éjjel táncolni mennek. Csak hogy az a baj, hogy az én felügyeletem nélkül. Azt hiszem, hogy értem, mi a probléma, de elmondaná pontosabban? Látom, Gerhard, nem igazán ismered ki magad a nők világában. Túl sokat voltam harcmezőn, fenség, így az ilyesmit nálam homály fedi. Szóval az a helyzet, hogy a fiatal lányok, ha táncolnak valakivel, előbb-utóbb már házasságra fognak gondolni. Itt pedig senki se fog táncolni, se férjhez menni az én tudomásom nélkül. Mivé lenne ez a palota? Szépen néznénk ki, pontosan tudni akarom, hogy hová mennek, és hogy ott mit csinálnak. Várom a parancsát, felség. Az a parancsom, hogy derítsd ki nekem, hogy mit csinálnak a lányaim minden egyes éjszaka, megértetted? Megértettem. Ha sikerül, nagy lesz a jutalmad. Ha kudarcot vallasz, nagy lesz a büntetésed. Sokan megpróbálták már előtted. De mindegyik elbukol. De ez még nem minden. Ezen kívül elveszem a lovadat is, és gondoskodni fogok róla, hogy egész életedben legfeljebb szamárháton közlekedj.
Azonban, hogyha sikerrel jársz, jutalmul megkapod az egyik lányom kezét, és feleségül veheted. A felesége túl nagy lelkű hozzám. De csak akkor, ha bizonyítékkal is tudsz szolgálni. És mit tegyünk a legújabb lovagunkkal? Mármint arra az ünneprontóra gondolsz? De elég jó képű, még ha csak egyszerű katona is. És sokkal vonzóbb, mint a legutóbbi 5-6 lovag. De sajnos ő rá is hasonló sors vár, mint a többire. Egy kis bor, egy andalító ének. És amikor végre elaludt, kezdődhet a szórakozás. Másnap reggel pedig már repülés. Na, tudtam én, hogy itt vagy. Lemaradtam valami fontosról. Éppen próbálom eldönteni, hogy melyik hercegnő tetszik a legjobban. Nem olyan könnyű ám eldönteni. Hát tényleg nincs semmi jobb dolgod. Habár ő, aki ott ül, a 4-es száma. Anna Frieda. Nekem ő tetszik a legjobban. Kedves hercegnők, kedves felségek, hercegnőségek, bocsássanak meg, rossz a névmemóriám. Semmi baj, a miénk se jó, kedves. Gerhard, és ha most megbocsátanak, kedves király... Mit szólnál egy korty borhoz? Köszönöm, kedves hercegnőség. Rosalind. Inkább mégsem kérek, Rosalind hercegnő. Mikor érezted magad utoljára ilyen jól, Doki? Még mindig szeretném kideríteni, hogy mi nyugtalanítja úgy a király. Mi? Ja, amit mondtál a cipőkről. Minden éjjel táncolnak a szobában, na és? Ülj csak le. Helyezd magad kényelembe. Akkor is biztos vagyok benne, hogy valahogy kiszöknek. Ilyen kicsi szobában nem lehet táncolni. És itt kivel táncolnának? Dehogy is. Adnak neki bort, énekelnek neki, majd pedig elkezdenek szórakozni. Legalábbis ez a terv. És ezt már megint hogyan derítetted ki, he? Hallottam, hogy erről beszélgetnek, amíg te csavarogtál a palotában. Ébresztő! Nem hagyhatjuk, hogy bort itassanak vele. Jó, készen áll. Épp ideje. Ne idd meg azt a bort! Csinálj úgy, mintha elaludnál. Sikerült? Remélem, ma este megtalálom a nagy szerelmemet. Azt én is remélem. És remélem, hogy nem megint a szörnyű 8-as számú herceg mellett kötök ki. Kik vagytok ti? Azt hiszem, jó nagy bajtól mentettetek meg engem. Én Jojo vagyok, a világ legnagyobb kalandora és hercegnő csodáló is. Én pedig Dr. Kroki, tudós, filozófus és satöbbi, Én Gerhard vagyok, egy egyszerű katona és semmi más érdekes. Járjunk együtt a dolog végére. Thank you.
gyere! És most mit csináljunk? Észrevétlennek kell maradnunk, és átkelnünk a vizen. Ez nehéz lesz. Egy tenger alatt járó jó megoldás lenne. Az egy olyan hajó, ami a víz alatt közlekedik. Ez jó volt. Mindig ilyenek vagytok? Ki kell találnunk, hogy hogyan keljünk át? Hosszú idő után végre valaki, aki nem volt annyira bolond, hogy igyon a borból, amivel megkínálták. Amiért ennek a két kis fickónak tartozom hálával. Nincsen túl sok időnk. Tessék, vedd el! Vedd el! Az micsoda? Ez egy láthatatlanná tevő köpeny. Nagyszerű! Az lehetetlen! Működik! Nem tudom, hogyan köszönjem meg. Mivel tartozom érte? Semmivel. Minden rendben lesz majd. És most pedig siess. Mi volt ez? Fogalmam sincs, hercegnő. Olyan, mintha valaki beugrott volna a csónakba, de rajtunk kívül közel-távol nincs senki. Igazán mesés ez az este, nem de? Annyira, mint az összes többi. Feltételezem, úgy is keringőt kell táncolnunk, akármilyen zene is fog szólni. Hát én csak azt a táncot ismerem, de napról napra jobban megy. Egy ki, ha, egy ki. Egy-ki-há, 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 egy-ki-há. Maga csodaszép, ilyen gyönyörű nőt, higgyel, még soha életemben nem láttam. Igen, én is így gondolom. Te is hallottad ezt? Egy-ki-há, 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 egy-ki-há. Hát nem lélegzetel állító. Ez a hely fenséges. Én inkább azt mondom, hercegnős. Hé, ezt nézd meg! Ha. Ez a varázserdő minden alkalommal elbűvöl. Nézd meg ezeket a kis lényeket. Hagyd abba. Hallottad ezt? Hát meg kell mondanom... Finom lédús ez a bogyó, kóstold meg! Igazán tréfásak, de most tovább kell mennünk. Jó-jó, Dr. Kroki, gyertek! Nekünk is mennünk kell! Nekem mindegy, ti mit gondoltok. Nekem Fiorentina tetszik a legjobban. Valami fura dolgot érzek iránta. Ettől melegség tölt el. Igen, megértelek. Na de láttad már Bonitát? Fiorentina. Gyönyörű dallamos ez a név. Fiorentina. Állj meg, Gerhard! Így megláthatnak. Bújjunk el. Elvesztettem a láthatatlanná tevő köpenyt. Valaki talán bujócskázni akar. Gyerünk már, Doki! Szükségünk lesz egy tervre, de gyorsan! Terv kell! Egy pillanat, gondolkodom.
Megvan! Üdvözöllek, szép hölgy! Talán keresel valakit? Tudtam én, hogy van valaki az asztal alatt. Hát, mint látod, én voltam. Geri herceg. Eddig még nem is láttalak itt, Geri. Mindenki ezt mondja. Nekem tetszik a maszkod. Hát, igen, de szabad lesz egy táncra... Nem kell ennyire félénknek lenned. Nem mondhatnám, hogy annyira értesz ehhez a tánchoz, jó hercegem. Tényleg nem. Bocsáss meg, kérlek. Jó estét! Nem találkoztunk mi már valahol? De igen. Van valami jó ötletetek? Mit csináljak most? Menj és kérd fel táncolni. Persze, jó sokra mennék vele. Te katona vagy, fogd fel ezt úgy, mint egy csatát. Nem adhatod fel, érted? Támad meg a várat. Jó ötlet, ezzel fogom megnyerni a kedves Fiorentina kegyeit. Na de... Most jó balról támad, és ezekkel eltereli az ellenség figyelmét. Eközben pedig te színre lépsz jobbról. Félrehívod a hercegnőt, hogy jöjjön veled, és aztán be tudod mutatni nekem. Köszönöm, és most megbocsáss. Szeretnél táncolni? Én? Nagyon is. Helyes válasz. Nem itt mondtam. Néha terv nélkül is sikerül. Diót? Hát nem csodálatos ez a muzsika. Na, hagyjuk. Nem is annyira nehéz. Téged még nem láttalak itt. Habár... valahol már találkoztunk, vagy nem jól gondolom? Az könnyen meg lehet, herceg nősége. Hát nem csodálatos. Ez meg hová tűnt? Ó, nem! Ó, nem!
közelednek. Jaj, most mit tegyek? Várj csak! Azt hiszem, hirtelen támadt egy jó ötletem. Lassan már épp ideje volt. Jó ét, József herceg. Jó éjszakát kívánok, Fiorentina hercegnő. Ma este mindegyik herceg megtalálta a hozzáillő hercegnőt, én meg még ma sem. Találtam meg a szerelmet. Hol töltöttétek az éjszakát? És bizonyítékom is van. De... ugye nem fogsz árulkodni? Vagy igen? Dehogy is nem fogok. Még most reggel értesítem apátokat, a királyt a történtekről. És akkor egyik őtöket feleségül vehetem majd. De mi már megtaláltuk a hozzánk illő hercegeket. Mindegyikünk. Mindegyik őtök? Valóban? Szabad egy táncra? Én... jól van. Helyes válasz. Ugye nem is volt nehéz. Szóval tényleg találkoztunk már valahol, nem igaz? Hát azt hiszem, mondhatjuk. Milyen barátságos? A szerelmes az ideillő szó, jó. Szerelmes? Bizonyítékként pedig bemutatom ezeket az ágakat, amiket a varázserdő fáiról szedtem. Büszke vagyok rád, nagyon ügyes voltál, fiam. Ami pedig a jutalmat illeti, döntöttél már? Igen, már döntött, apám. Csak egyetlen egy apró kérésem lenne. Méghozzá az, hogy ne csak Fiorentinát engedje férjhez menni, hanem az összes lányt. Na, ne nevetest ki magad! Mindet akarja, ez igen! Dehogy, a többi hercegre gondolt egy gyagya! Felség, szeretnénk megkérni a lányai kezét! Valóban ezt akarjátok? Tudja, mindössze azért osontak ki a lányai minden egyes éjszaka, hogy megtalálják az igaz szerelmet. És éppen az apai szigor volt az oka annak, hogy mindezt a legnagyobb titokban kellett csinálniuk. Hogy apai szigor? Elnézést kérek. Természetesen a királyi felügyeletre gondoltam. Attól tartok, fogalmazhatnál érthetőbben is. Csak szerelmet kerestek. És ez igaz? És ezeket a hercegeket akarjátok férjeteknek? Akkor hát legyen így. Igen, akarom! Nem is alakulhatott volna szebben, ugye? Abrakadabra! Hoppá! És boldogan éltek, míg meg nem halt. Magyar hangok: Harsányi Gábor, Bardóczi Attila, Széles Imre.
Magyar szöveg Závodi Péter, Vágó Zöld Zsófia, hangmérnök Szabó Miklós, gyártásvezető Tóth Ágnes, szinkronrendező Szalai Éva. A magyar változatot a Minimax megbízásából a BT Stúdió készítette.